Szélesi. Kabát lépett ki a védők közül, Kabát, ezt be lehet adni. Kapura lövi, Kuruc. Remili. Visszazár nagyon fegyelmezetten a Siofokát, nekik ez létfontosságú. Lehetőség szerint hátrányban sem kellene kerülniük, több gólos meg végképp. Nem, pedig itt egy újabb újpesti lehetőség. Jó volt az ívelés és a csukafejes is. A siófoki védelem bizonytalankodott ismét. Kecskés. Ez jó passz, Gál fordul meg és lőheti el! Vezet a Siófok egy hatalmas góllal a 20. percben. Hát nem vették komolyan az újpesti védők ezt a siófoki támadást, és erre nagyon-nagyon ráfizettek. Átveszi Meltzer itt, és minek utána senki nem támadja túlzottan, határozottan. Hatalmas volt, jó, a léc alá vágódik a labda. Kabát indul be az üres területbe, a passz is jó, Moraes. Moraes, még mindig Moraes, egyenlít az Újpest. Hát volt ebben némi szerencse, de ezzel együtt is dicsérni kell Bruno Moraes, illetve Kabát Pétert is. 1-1. Nincs les közben. Balogatja középre, van érkező ember, ott lehet a második újpesti gól, kapufa, aztán lesz. Balajca gondolkodik, hogy jöjjön vagy ne jön, aztán jön, nincs szabálytalansága, lepattanó, viszont a Siófoké még mindig nem fúj kassai, ott a 100%-os zicser, 2-1 a Siófoknak. Kérem szépen, a vendégcsapat megint gólt szerez a semmiből. Újabb újpesti támadás, és egy újabb rossz passz. Nincs szabadrúgás, és ez így egyenlítési lehetőség. Simon Krisztián bepasszolja középre, egyenlít az Újpest, nincs les, pedig ezt szerették volna most a siófoki védők. De nincs les, viszont van így egyenlítés, 2-2. Egytagú sorfal, Kabát, Kuruc nem jön, de kivédi, aztán bemegy. 3-2 az Újpestnek, megfordítja a hazai csapat a mérkőzés, és most már a szurkolók, akik még korábban fönt voltak a szektor tetején, jó néhányan lejönnek a kerítéshez, és ott együtt örülnek a játékosokkal. Hát az Újpest ráhozta a szívbajt, vagy a dühöt, vagy kinek, hogy tetszik a szurkolóira. Remili. Remili lövi el, mellé. Vasiljevic, na most ő mehet előre. Jó passz, Kabát Péter, Kabát Péter lövi el, 4-2. Kabát Péter szabadrúgásból ívelte be a labdát a harmadik gól előtt, a második, illetve igen, a harmadik gól előtt, a második újpesti gólt ő maga szerezte, és most lő megint egy gólt Kabát Péter, a mérkőzés legjobbja.